nem is húzom tovább az időt. Szervusztok, sziasztok, hogy vagytok, mi újság van? Kezdjük is a napot, mondottam, GTA-ról play lesz, ugyebár 6 órától, ugye 6 óron, de nem várjuk meg a 6 órát. Kezdjünk is bele, mit szóltok hozzá? Intrót most nem csinálunk, nem nyomok most intro jelenetet, hogy legyen. Lesz, jó? Mit szóltok hozzá? Lesz. És vagyok, sziasztok, szervusztok, hey! Hopsz, hogy most nézem, hogy egyébként egy kicsit el vagyok csúszva itt a dolgokon, ne haragudjatok. Ugye az előbb még ment az arma, aztán úgy megfeledkeztem, hogy arma, most az úgy arma. Itt is van, tessék, meg is érkezett hozzátok, Varga Jani bátyjátok. Na, ami fontosabb, hogy elkezdjük a nyomozásokat. Van egy rakatnyi ügy, egy ügyet azt halottnak fog nyilvánítani majd nap, ugyebár ez az indián temetős. Az mindenféleképpen. Így van. Ja, és akkor ilyen régészeti RP-k már nem lesznek, nem fogom fárasztani kis fejeteket ilyen régészeti őrültségekkel. Annyi, hogy kicsit el fogok néha picit tűnni, mert vacsorázok egyet. Aztán így, ja. Azt hittem, hogy ez kék. Nem kék. Jó van ez így. Teljesen jó. Mit szóltok hozzá? Tiszteletem, jó napot! Lecikő is vacsorázik. Kis mókusunk. Oh. Nem szólt bele? Teljesen igazad van, miért nem szól bele? Nagy, hanem ilyen kicsi. Rendben, köszi! Te néni, most szívat engem? Várja. Kicsire rakom, és ide rakom.
Ja, nem is mentettem le. Jó. Köszike. Ezt... Igen. Azt kérem inkább. Jó étvágyat. Köszi. Na, kicsit elvonult Jani bátyátok. Közben a kérdésetek, hogy nyugodtan dobjátok föl. Varga Jani bátyátok. Azt hittem, hogy ez a Girosz Pitával kicsit nagyobb téma, de... Becsapás. Ki volt az a rózsaszín? Csaje. Arra gondoltam, hogy... keresek valami nyugodt helyet. Viszont meg akarok nézni valamit. Kíváncsi vagyok valamire. Mi nem tűnt el? Régi nem tűnt, nem akartam nyilvánítani. Olyan helyre akarok menni, ahol nyugodtan meg tudok kajázni. Egyet vacsizok, aztán teljes mértékben tiétek vagyok. Lemegyünk a tengerpartra, mit szóltok hozzá. Aztán kapcsolok meg kis zenét, ne legyen ilyen halk a dolog. Aztán bejelentkezünk munkára. Jó, de bátor vagyok, jaj, de bátor vagyok. 174-t elsivítek mindenki mellett. Na de hülye vagyok, hát itt van a menü. Ó, te! Azt mondja, hogy kell nekem egy ilyen. Azt mondja, hogy igen, hamburger, mondjuk. Hamburger kis test... Valamit eszik. Nézzük csak így, találok, de semmit nem talál. Ah, de jó, a legjobb. Mindjárt keresek valami ücsi séket szürcső. Pizzázom. Eszik pizzát, mit tudok hozzá. Pizzázik az öreg.
jalapányos üzét esik. De hát ez az igazi, ez az igazi. Megyünk egy jót. Közben én is akkor durrantok egy vacsorát, közben kérdezzetek nyugodtan, mi újság van, hogy vagytok? Szervusztok! Új vagy nálam? Új vagy nálam, Tilit, ugye? Üdvözöllek, érezd otthon magadat! Jézusom, ez jobb be van ám csomagolva. Ez olyan, mint egy kisebb hamburger lenne. Jó, néz. Jó is néz ki. Bocsánat, közben arra vacsizok egyet. Akartam volna hamarabb is, de elment az idő. Az ember nem figyel oda. Nem mondom, tartok egy kis szünetet, hogy olvasgatom a telefon, nézem a hülye híreket. Ez arra lettem már figyelős, hogy üha. Mondom, épp azt beszéltem, hogy 6 órakor stream. Mi újság van veletek? Kicsit... Mi van ma? Vasárnap? Ó, te, hogy eltett ez a hosszú vége. Jani bátyátok, nagy 50 centos pizzát teszik. Nem is néztem meg a telefon. Kerestek telefonom. 21 órája kerestek telefonom. Aztán úgy kerestek még azóta. SMS kaptam. Nem ezt tudom. SMS. Semmi. Nézzük meg a Tinder-t. Basszus, a... nem hiszem el. Ha? Ott volt a pillet cukor, aztán... Hát, ha bedobja még... egyszer. Más nem még ötször. Ez igen. Ki ez a csaj? Ez milyen profi aki? Várjál csak, én ott autóztam el akkor mellette. Uh-huh. Ott autóztam el mellette, mert... ott volt a fodrásznál. Ez a csaja. Neki volt ez a rózsaszín kocsija. Csak nem tudom, ki ez a csaj. Meg
kéne keresni a... ezt a... hogy is hívják a csajot, aki gyújtogatja a bankokat, és elkapni. Terrorizmus ágyába. Kis csajszerelőt keres. Megnézzük, hogy mi újság van. Nagypapa trombitás keresi. Ez Mendez, ez mindent keres most. Érdekes. Közben falatozgatok, mintha nem baj. Kis sűrt krumplit kérlek szépen. Kíváncsi vagyok valamire. Tiszteletem, Morgan, szolgálatba lépett. Tiszteletem, be tudna jönni az irodába? Tiszteletem, főnök. Sietek? Mi a helyzet? Van valami? Nem igazán még, de ennek mai nap így befejezik a dolgokat. Jó, hát zenét azt még ugyebár elfelejtem, ugye? Na. Szóljon akkor hangosan az ének, ameddig csak élek. Megnéztük, hát ha nyitva van, de nincs nyitva. Ez most mire volt jó, hogy szembe sávba megy? Komolyan mondom, olyan hülyék az ember. Már kezdődik megint a hülyeség. Semmi sem indokolja, hogy szembe sem menjen, és neki azért, és ráhúzta a kormány. Hülyék az emberek? Hülyék. Bezárjuk az ajtót, kis kaput.
rendőrt hívtam, majd kijött egy egység, egyedül, telefonálva. Tiszteletem! Tiszteletem, János. Tiszteletem. Szia, János. Természetesen odafutottam, hogy segítség, mert ugye fél perccel azelőtt futott, hagyott, hogy engedett el engem a túlszejtő. Ugye? Közben kitöröltette velem az összes képet, amit csináltam róla. A fránya. Lényeg az, hogy kijött a rendőr, mondtam, hogy siessen, ott fut fél percnyire gyalog egy fegyverrel a kezébe. A rendőr kijön egyedül telefonálva, és elsüt egy ilyet, hogy ne remegjek, telefonál is, hogy maradjak csöndbe. Mondom, jó van, akkor nem is kell, már rég elfutott, amíg maga telefonál. És akkor mondtam ezt így fölháborodottan, szerintem jogos volt, semmi sértőt nem mondtam, nem minősítettem. Viszont ő kijelentett, hogy szopjam le magam. Majd ezt civilek előtt is az UVU kaféban meg is ismételte. Büszkén hozzátenném, úgyhogy hat nagy. Igen. Ügyfélt úrról, tudtok valamit? Nem tudok semmit egyébként. Már akartam említeni, János, hogy nagyon jól néz ki. Igen, nekem is feltűnt. Nagyon szépen köszönöm. Nagy úr. Érdeklődnék, hogy esetleg van-e valami magas lentfokozatú kollégája esetleg? Nem dolgozik. Lesben, köszönöm, viszont. Negyed órával ezelőtt aranyvállapos rendőr küldött el egy helyszínről. Na mindegy, lehet azóta leadta. És mit csináltál ott? Ma is volt egy incidens, igazából egy hölgy minden ok nélkül bemutatott, telefonáltam a kocsiba, a telefonba, fölhúzott ablakokon keresztül, kiszűrődött gondolom a hang, hogy mondtam, hogy ugye minden ok nélkül bemutattak nekem. Gondolom látták, hogy nyomozó vagyok, azt úgy gondolták, hogy gangsterek. Aztán igazából mondtam telefonban, hogy várj egy kicsit, mert nem hallak, mert közben bemutatnak nekem valami, edzik a karjukat valami bohócok, azt nem, mert közben kiabáltak is nekem meg minden. Azt elkezdtek követni, azt kiszállt egy hölgy, azt lekevert nekem egy pofont, majd elkezdett nekem ott két férfi is ágaskodni, amire elővettem egy sokkolót ugye önvédelemből, még nem sokkoltam, viszont matatkáltott a hátánál egy férfi, mármint az egyik, kettőből az egyik férfi. Aztán elővettem egy pisztolyt, nem tudhatom, hogy mit, miért nyúl. Jól is tettem, hogy elővettem a pisztolyt, mert egy mikro-SMG-t húzott elő. Föltart, vagy hát úgymond... rájuk szegeztem a fegyveremet, és megmondtam, hogy aki fölemeli a fegyvert, az lövés érheti. És... közben véletlen folytán odajöttek a rendőrök, hála az égnek, én ezt meg is mondtam nekik, hogyha nem jönnének oda, én halott ember vagyok, mert nem tudom sokáig húzni az időt így. Kijöttek a rendőrök, segítettek, üldözőbe vették az elkövetőket, majd fél óra múlva el is kapták őket a rendőrség mellett. Ugye én feljelentést tettem ugye az elkövetők ellen, és 5 perccel később történt az, hogy elkapták őket. És oda mentem, hogy gondoltam, szabad ilyenkor oda mennem, hogy mondom, megerősítsem, vagy valami, de nem volt ebből balhé, igazából szépen elküldtek, én meg szépen eljöttem. Lehetben, gyertek, elmegyünk a rendőrségbe, feljelentjük a SAO-t kötelességmulasztás miatt. Bele fognak kötni egyébként, hogy hogyha nem volt ilyen életveszélybe, akkor miért nem telefonálhatott, hogy miért kellett volna mennie. Én erre azt mondtam, hogy meresküdtett, hogy úgymond az ilyen embereket ebbe őrizetbe veszi. Tehát, hogy konkrétan ez hogy miatt... Milyen emberi életveszélybe, ha van nála egy fegyver és téged ugyanezt mondtam főnök, hogy azelőtt fél perce fenyeget meg, és hogyha jön egy járókelő, akit indulatból megöl, nem lehet tudni. Ezt mondtam neki. Egyébként ki is röhögött minket, mikor bejelentettünk egy ügyet. Aljas módon. De az...
nem az én ügyem, János én. Még eléggé felhúzott, de... tettem magam rajta. Ja, igen. Van ilyen. Most lenbe tesszük a dolgokat. Köszönjük szépen. Igen, mert van ilyen rendőr, valami seresnek hívják, tudja a fenek, ilyen nagy focista. Aztán állandóan azzal rágam az, hogy alkoholista vagyok. Pillanat, hív egy... hív a káposztás, ezt fel kell vegyem. Mit szeretnél, Gustavo? Hát most biztos, hogy nem megyek, érted miért? Nem, ember, dolgozok. Biztos olyat csinálta, hogy megérdemelted, hogy lefoglalják. Le kell tegyelek, dolgozok. Szia! Miért tartasz kontaktot a Gustavval? Hívogat, nem tartok vele kontaktot. Ja, meg amúgy... megvan a trombitás? Igen. Hallod? Elkezdtem kergetni, érted? Ezt... kigáncsolt és... fekete ki. Nem emlékszek semmire. Pillangok és sötét. Aztán egy órával később tettem magamhoz. Nem tudtam hova tenni. De szép volt! Jó, tiszteletel! Jó, nem mozogjon! Nem mozogjon! Orvos voltam, nem mozogjon! Hívjon egy mentőt! Már is. Jajhá! Azt szép kell úgy hajtani, mint egy őrült! Jó, csinálja, amit mondok, jó? Ne, ne csinálja sem, maradjon így, ahogy van! Nem tudjuk, hogy el van egy törve szerencsétlenek a gerince! Ez lett volna a következő, amit mondok, hogy ne csináljon semmit! János! Ja, jó, mondjuk. Mondjuk, hogy eszméletlenül ma meg kéne kérdezni, hogy kellemetlen merevedést érez-e. Hol a fasz ki van? Ki van, hol? A, na, nem úgy. Ja. Ja, azt hittem, hogy ki van. Óha. Amúgy, ahhoz képest, hogy is vagyok a szarúha. Nem baj, nézze meg inkább a doktor, az tapó nincs baj. Elég nagy ütközés volt. Nem azok jön. He, hát nyaki gerinc rendulása van, hogy bármi. Csak felült, üljek laha. Kikapcsolatos Jengőj bácsi, nem hajagol Zsolt. Nem haragszok, de ha még egyszer beszélsz ilyenekkel az Ibizáról, be foglak fitetni, légy szíves, ne keresd az Ibiza társaságát, mert hogyha rajtam múlni, konkrétan most a bilincsbe jutni a rendőrsége. Van mentő. Vaj, lesz be. Van. Oksa, bocsi, szia. Nem akarjunk. Nem, bocsájtok, de kerüld azt a nőt, mert rossz hatással van. Eddig felállítom. Jó, tudod a fejéked, elbühá! Nem tudni. Egy pillanat, eddig felállítom a motorját. Hagyjad ott. Hagyjuk itt. De jó. Jó, hogyha fel tudod állítani itt a sűrre. Ezt most felállítsam, vagy ne? Inkább, úgyse fognak semmit csinálni belőle a rendőrök. Azért mondom, tehát felállítom, aztán a motort is. Hagyjad csak. De jó. A köszítás sűrre. Oh, állj és le, ne fogyassza a benyát! Á, hát az mondjuk előnyös, igen. Be, hol vagytok? Itt vagyunk maga mellett. Á, látom. Jobbra magának. Kúva életbe. Még soha nem tettek el, pedig amúgy régóta volt rozsom. Jobbulást, uram, hát ha valami van, akkor inkább feküdjön a hátára, mert kicsit, nem tudtad. Ezért. Ah, most már ezzel nem vagyok olyan rosszul, csak egy kicsit megnyugtam magamat. Jajajajaj. Hihetetlen, hogy ültetnek itt az emberek. A szerencsére... Hát amúgy igen, elő. A mellényem ilyen... mi a franc, ilyen ütésálló, vannak benne ilyen fémlapok. Fémlapok? Azt hittem, hogy Kevlar. De úgy is. Hát mert én is jövök munkába fele, jövett ezt akkor szembesávba, izomból jön egy autó. Hát jobbra... tekerem a kormányt, azt az is rám húzza a kormány. Normális ez. Hát jó, hát szerencsére elkerültük az ütközést, de hát akkor is. Nézzeljünk, akkor abból osztam, azt izé... belearaptam a kormányba, kitűnt az első fogal, nézzék!
Az szép! Ja, gyönyörű. Ahóta be blokkolok tornőri, azt mondta, hogy hogy kell várni pár napot, hogy a sem az befúrjon, és akkor tudunk tetetni műfogat. Ide! Itt a baj! Ugye rátolod az áldozatra, röcs! Hát sok nem! Hát nincs akkor lehetetlen. Lesz... bassza meg! Na mi történt? Ja? Tiszteletem, jó napot! Csubodlak, Dante! Kész csókolom! Most ütöttek el, bassza meg! A kurva élet! Jó, hát akkor... Gyártos együtt, hogyha beteget! Menjünk, keresünk el a félnököt! Jó bulást, uram! Jó munkát, viszlát! Viszontlátásra! Jó, segítettetek! Szívesen! Az a bajom, hogy de nem láttátok mekkorát repül, szerencsétlen? Hát láttam egyébként, mint egy győzelmi zászló. Az biztos. A mentősök tudod mit csinálnak ebben az esetben? Tisztán emlékszek. Ugye ellenőrzik, hogy tiszta a légút, esetleg nem tört el a... A légútja? ...vagy bármi. Hát igen, ugye, hogy a légzés vagy bármi. Ezt jól hallottam ezt a durranást? Ez egy lövés volt a táborban? Ne érdekeljen, mindenhonnan lövöldöznek. Lehetséges, a izék lövöldöznek itt a lőtéren, aztán ideig elhallatszik a hangja. Csak nem hallatszódik ideig. Hát dehogy nem, hát a szél viszi messzi a fellegeket, meg a hangokat. Igen, Carlos? Ugye, stabilizálják az esetleges sérüléseket, van-e légzése, az van pulzusa, van az van, akkor a vérzést elállítják. Hát ez nincs itt van. Nincs-e. Létfontosságú törés. Hát tegnap egy órát vártunk itt körülbelül, mire jött egy rendőr. Igazából nincs, akkor beviszik. Érdekes is lenne, hogyha nem lenne púrdus, a közben beszél. Ott van egy rendőr, hi! Ez mondjuk gyönyörű volt. Hát ez nem fog könnyebbedni. Hát az nem tudom, tegnap is körülbelül egy órát vártam, mire kijöttek a rendőrök. Még kirejött egy rendőr, mert a feljelentést szeretnék tenni, ugye a rágalmazás miatt. Na mondták, hogy kell egy ügyvéd. Szereztem ügyvédet, az ügyvéd úr mondta, hogy kéne egy tanú. De hát tanú nélkül ugye már, hogy az a baj, hogy nem volt egyszerű, mert aki mentős ellátott engem, az meg nem tudják, hogy ki volt az, mert nem emlékeznek rá. Tehát így nem tudom megtenni a feljelentést. Majd egy legközelebbi alkalomnál. Egy rózsaszín rajongó. Esetleg belső osztályos az úr? Még egyszer? Ki a rózsaszín rajongó? Te vagy egy rózsaszín rajongó? És ne hagyják meg ezt a legfokozatú jelenleg őrmesterként? Törzsőrmester vagyok, de nem a Malkó. Akkor igyekezzen lecserélni a vágyapját. Felhívom én. Ja, megvan a telefonszám az úrnak? Akkor... Rózsaszín rajongó. Most futott be, hát hogy tud önnek segíteni, vagy önöknek pontosabban. Hogyha ilyen izé... Ügy, ahogy belső ügy. Köszönöm.
Nyilván ismerős ez a név, hogy... Mi? Dilit. De nem ugrik be. Találkoztunk? Vagy láttalak én vala? Nem tudom. Megváltozott a telefonszáma? Megnézni, hogy ugyanaz vagy-e meg nekem, mint önnek. Pillanat... Mondja a telefonszáma. 592, kötője 7995. Pozitív. Hát akkor próbálgatom. Mindjárt jövök, megpróbálom előkeríteni, jó? Köszönöm, hogy köszönjük. Nem találom az urat, viszont mennem kell, mert ügy van. Bocsánat. Gladbell. Mit gondoltok, várjunk? Hát szerintem nem. Meg kéne keresni ezt az őrült libát, amik izé. Itt felgyújtogatta a bankokat. Még mindig nincs meg. Hát hogy lenne meg? Ne. De... Lát be, menjünk egy-két költ. Az a baj, hogy itt várakozunk, akkor elmegy az egész napunk erre. Igen, és az időnk az nagyon sok pénz. Így van, és hülyeségre meg nincs idő. Én közben haladtam egy ügyön, a bányász osztogatók, van egy nevünk. Már három napja ezen vagyok rajta. És végre van a gyümölcse. Csak nem tudjuk, hogy romlott-e vagy érett-e. Szóval kitette a feljelentést? Nem tettek feljelentést, csak sok volt a panasz, hogy bányászokat elrabogatják. Ki panaszolta? Mindenki, a bányászok. Ez egy szóbeszéd főnek. Igazából csak megkérdezgettem, hogy mit tudnak. Aztán az egyik, hála Isten, megadott egy telefonszámot, és ő a telefonszám... ...te tulajdonosa megmondott egy nevet. Santo Santos Miguel. Tudunk róla valamit? Nem igazán. Santos Miguel, vagy Santo? Sosem hallottam még. Ó, van egy ötlet. Te Bálint, figyelj már, az a gyilkosság ügye, mi újság van? Még gyilkosság ügye? Gyertek át! Azzal, amelyik kinyílt találtunk egy droglabort is? Igen. Tehát sok előharadás nem volt. Hogy is hívták, Varga Eszter? Igen. Hát ugye amikor visszakaptuk a leletet, akkor természetes halálként volt feltüntetve. Nem gyilkosság? Nem hiszem. A papíron hátsó fali szívinfarktus volt. Hátsó fali ritmon, ez egy szívén fartos. Igen. Ja, a másik autó belecsukva? Igen. Na, lesz majd később. És van egy kumpika.
Jó tudni, hogy van ilyen. Hogy is hívják? Emma King? Emma King, így van, így van. Egy bögyös csajszi. Mennyire bögyös? Hát, ez a bimbo, az a szemet kiválja. Tehát látni fogjuk, hogyha hogy megtaláljuk. Az biztos. Hát itt mi történt? Szerintem egyszerre menekülés meg baleset. Gyertek, bemegyünk enni. Itt van egy hátul. De miért szaggat most megint? Miért csinálja ezt már megint? És más játékkal nem csinálja, csak itt ezzel. Hát előtte váljon meg. Egy pillanatot kérünk, válogatnánk. Tiszteletem, kérek szépen két hamburgert és két kólát. Két hamburger és két emmásos kóla, oké? Pontosan. Jó napot. Szia. Tényleg vissza kellene majd jönni nagy autókkal, aztán kéne vinni be akkor az irodába kaját. Igen, kell vinnünk az irodába, illetve az üzleti... Ez egy lövés volt? Igen. Mindjárt jövünk vissza! Káros meg elfutott gyalog. Nem is tudtam, hogy van szirénánk fölnek! Talán a mélesre. Ott szembe velünk, ott megy a rendőr. Vissza a helyre! Ne! Lagd vissza! Nem leszek fel, de vagyunk! Már a Bálint velünk... Basszus, fúj! Ne már! Lagd vissza! Tessék! Most vérzik egy kicsit! Dugjál zsebkendit az orrodba! Jó napot, elnézést! Jó vannak! Hát elnézzük, semmi probléma. Jó vannak? Jaj. Nem vagyunk jól. Nem. Félbehajolt az autó. Mi volt rendben, az oka, hogy... Szeretném kifizetni a károkat, tisztelet. Hát tisztelet, mi volt az oka, hogy így száguldozott? Hát siettem haza ennivalóé. Ennivalóé? Akkor a gyomrom volt már maga éhes nagyon. Hát szoktam. Na, akkor tudja, hogy milyen. Akkor kifizettem szerintem. Mentőt hívjak valakinek? Na, nem kell. Kicsit fáj a karom, de meg leszek. Szerelőt esetleg? Hát az mondjuk... Szerintem elfér.
Majd intézzük, köszönjük szépen. Ja, intézzük, jó. Legyen óvatosabb lendben. Jó, elidék. Viszlát. Viszlát. János, meg tudnád nézni itt a karomat, kicsit fáj. Hát... Feljebb hújtjuk mindjárt itt a izét. Az ujját itt az egésznek. Érez fájdalmat? Nem látom el törve. Hát, ha nyomkodj ott picit a csuklomnál, akkor igen. Na, ennyi, kicsit óvatosabb vagy. Ez hát, vagy csak zúzódás. Tudja mutogatni? Tud mutogatni? Nem. Nézzük csak. Tudom mozgatni. Nem jó. Ennek a nincs eltörve, csak zúzódra szerintem. Nem, csak nem semmi komoly. De semmi. Na, hát jó van akkor. Jaj. Az ember jól viselte amúgy. Szerencsé, hogy nem ütöttem be a fejem. Ki a Petlik? Hála Istennek. Igen, igen, kerestelek. Ne, inkább én is jövök. Nem sokára visszatérünk rá. Éppen kiiktattak minket. Igen, esetleg, ha ide tudnál jönni, az nem lenne rossz. Igen, én is feküdtem el. Képzeld, beteg vagyok, köhögök. Nagyon köhögök, fáj a fejem, folyik az orrom. A maga mit csinál, legyen meg a szemét. Azért én betegebb vagyok, mint te. Ledben kezeskedsz érte? Ledben, szia. Van egy szálka, bakker. Hol a picsájába megy mi? Nem, most már elvettem. Nem, itt volt valami fadarab. Mindenki jól van? Igen, uram. Igen. Igen, jól vagyunk, csak kicsit fáj a csuklom. Nekem a mellkasom meg az orrom kicsit. Hívok egy mentőt. Nem, a öv miatt fáj, de... Szavasz, Kevin! Jaj, elnézést, bocsánat! Figyelj csak, kicsit neki mentünk kocsiba, itt dolgokat kilőttek minket, aztán... Tessék! Kicsit leamortizáltuk az erejét, hát, egy kis jelapányos pizzát, mert egy jöttem volna munkába. Aztán dolgozik a jelapányó. Ledben, figyelj, Hyundai Sonatához, igen. Hyundai Sonatához hozzád egy baros fényszólót, meg egy első rökhárítót, és ennyi. Meg egy vázat. Látba, köszönöm, szia! Szép napot! Hello! Tisztelet! Ja. Ki szólt erre, de nem is hallottam a hangját. Nem, te mely sem. Az ügyvéd úr. Ki az? Halló? Halló? Én megleszek. Jó, de hát azért a főnök úrnak az órát meg visszaraktad. Hát, nagyjából. Nem tudom, valaki esetleg nagyon fáj valamilyen még. Carlos? Carlos Montanának van valami kis gondja, baja. Tiszteletem. Hát, nem. Tisztelet. Engem meghúzott az öv, az így csak fáj a mellkasom kicsit, de hát az... Hát meg valami szálkát húzták ki a picsátból. Felsőt segítek. Meg a... Bevertem az orromat a miniszerfalba. Nem, nem igazán volt jó az öv. Na mi mindjárt megnézzük, akkor hülye vissza nyugodtan, azt akkor felső segítek levenni. Mutasd meg ezt a félisten testet! Vetkőzte! Férfi állat! Mutasd meg, mit rejt ez a felső! Családban marad.
Így van. De elfordulj, nézd csak, elfordulunk, hogy a szégyellős. Én is. Aztán hopsz, vissza is fordultam, az anyám mindig egy sumoristenit. Az aztán a test. Kest. Micsoda kest. A félisten test. Hát elég jól megrántott az ög. Tudja mozgatni a karját? Mihály, na majd ezt egy kis gyulladást csökkentőben lekezeljük. Van bármilyen gyógyszerre érzékenysége? Ezeket. Értem. Miért? Mit gondolsz, hogy megállja a helyét, hogy a kollégát lefegyverezték? Ja, kitöltették, hogy az összes nyomozati anyagot, fegyvert fogtak rá. Amikor kiérkezett a show egyedül, telefonálgatott valakivel, kollega mondta neki, hogy ott a fegyveres utcán, az ő megmondta neki, hogy ne jön meg ilyen, meg hogy leszokhatja a faszát. Ez egy kicsit kellemetlen lesz, mindjárt az a pácikával elkezdek munkálni egy kicsit. Ez halljatlan, Petlik, és miért szégetlen felháborít engem is, hogy így viselkednek a kollégáimmal. Hát mondjuk az engem is meglepál, mondjuk a showtól mondjuk. Hát az arra szép egyenes, hogyha legalább törni nem tör, de azt elhiszem, hogy fáj. És folyamatosan lejáratta a kollégáimat a civilek előtt. Ugyanezt mondta, a több civil előtt megszédítette a kollégámat, hogy szokja le a faszát. Szerinted, Petrik? Szerinted? Füllelő. János, nincs náladjunk tető? Meg akarsz nyugodni? Főmérgett téged a csiga vagy mi? Nem. János, én tegnap óta képzeld, vettem magamnak nyugtatót a államban. Nem azért, csak hogy adni a főnöknek, mert szerintem kicsi ki van készülve. Tegnap nekem is kellett, úgyhogy... Ja, biztos, én nem trónem, azt figyelem egyébként. Na, ide hallani. Ja, hát... A doktor bácsit megkérdezzük. Nézzel, odaadom a maradék mikrofonot. Bocs, doktor urat. Főorvos urat, ma megkérdezzük, hogy van esetleg nyugtatója. Itt már ja, csuklom van, feltűrtem azért. Akkor milyen csiklót? Kicsit, a csuklom. Az előbb azt mondta, hogy a csiklódat feltűrt. Nem, csuklómat mondtam. Hát csiklót mondott. Kicsit fáj. Amint megpluszunk, hogy kinyílt az ajtó és kiestem. Ha, ja, és akkor pont és akkor egy pont így csukló, igen, a csuklóval. Oké, megvan. Hívjam fel? Beszélsz vele? Igen. Ugye nézzük akkor. Próbálj egy kicsit mozgatni. Mennyire erősödik rá a fájdalom? Hát egy 10-es skálán kb. 6-os. Önmagán is. Gyógyszerérzékenység nincs, igaz? Jól emlékszem. Nincsen. Tovább nézzük meg mi. Remek a memóriája. Köszönöm. Na, mindjárt kap egy 2 szem kataflámot. Nézd, azt vegye is be. Vodka bomba kataflán. Mindjárt egy csuklószorítót kidug. Ez a ketem dolgozták, nem? Oké, próbáljuk meg a liót. Ez szerintem jó lesz. A Roland Garrosba is ezt használják. Eléggé fosítva. Ja, hát azt elhiszem. Ja, azt tartsa a csuklóján a következő 2-3 napba. Aztán, hogyha esetleg menet közben mégis visszaerősödne a fájdalom, akkor jöjjön be azt, akkor megrengedezzük. Addig megpróbálom nem összetörni magam újra. Ja, igyekezzen. Ja, ennek van panasza? Na, semmi egyébként, semmi. Köszönöm szépen. Jó vagyok, meg vagyok. Kicsit megnéztem közelebbről az első ülés, de azon kívül semmi bajom nincsen. Azért köszönöm szépen, doktor úr. Hát igazán nincs mit. Mármint nem velem van a baj, akkor csúvál, szia. Van maga, rendben van? Jó, leteszem, mint a rendben. Én rendben vagyok, köszönöm. Jó van. Na, akkor jobbulást tudok, bárjuk van, azt mondja, jöjjönek. Köszönjük, viszontlátásra. Köszönjük, viszlát. Doktor úr. Hát itt az eleje, egy kicsit több. Ó, ezt a kulva, ezt nagyon a foci alá kultam, de így legalábbán nem kell. Főnök, nem az a, nem az a fekete sapkás törte ezt a múltkor az autónkat? De igen. Vegyem le akkor a balhácok keleket? Tisztelet, szép napot, üdvözlök. Hogy vannak? Kár itt van, kicsit oda vannak csak rendelni. Nem tudjuk, hol van. Villám. Lehet, hogy...
furcsalom, hogy nincs itt. Érkezik. Nem beszélt velünk. Érkezik. Jones átöltözött. Varga János úr. Így van, átöltözte. Szerintem a villám az leszokott az energitáról, és azóta is ott maradt. Lehetséges egyébként. Amúgy, hogy tőlem ma kérdezte a káposztás, utánattam a rendőrség előtt, ezt látott oda jött, hogy nyomozó-e még a... így... a villám. Ha mondom, tudtam már. Még kérdezte? Én nem tudom. De ez nem túl szokványos, most ezt így... miért lenne nyomozó? Hát... ezt én sem értem ezt a kérdést. Milyen fokozatban is van? Őrnagy. Hát akkor végül is te is el tudod kapni, nem? A Shout? Igen. Hát el tudom kapni, csak gondoltam, hogy azért évezetésnek jobban örülnél. Hát nekem elég, hogyha egy magasabb lehet fokozatú beszélni vele. Akkor egész pontosan hogy volt a szitu? Még egyszer mondd el kérlek. Elmondanád, kérlek, Petlinger? Természetesen. A kávézóban éppen kértem ki a kávémat, az UFO kávéban ugye figyelmes lettem rá, hogy két úriember rongálja a szolgálati autómat. Megpucolom kicsit a... hát ugye, kulvelő szamalóhat olyan, mint hogy nem is használták volna a féket. Aha. Anya, az a baj, hogy annyira összemallóhat, mit tudik, tehát hogy meg kéne ütni valamivel szerintem. Fegyvert rántottak nálam, egy sokkoló volt, csak ezért... várjál, kiveszem a ládából. És kitöröltették velem a képeket. Kapucsniba volt, nem tudom, ja, sötét persze, volt. Ja persze, csak fel kell lazítani egy kicsit. Sötét volt, és nem emlékszem, hogy nézett ki az ember. Kapucs is volt. Aha. Vigyázzon, nyomozó! Rendőrt hívtam, amint elengedtem. János, én nem. Fél perc múlva, hogy elengedtek ott az... ez mit csinál? Túl sejtő... hát... elengedett, fél perc múlva egyből odaért. Bevarolhatva a fék! ...hanem a végeredményt kell értékelni, érted? Kijött a kollégája egyedül egy kocsiba, miközben telefonált. Odafutottam hozzá, hogy segítsen, most futott el. Fél perc előnyel fut fegyverrel a kezébe, veszélyes bűnöző. És hogy akkor gyorsan eredjen utána, segítsen. Igazából ő erre annyit mondott, hogy maradjak csöndben, erre megjek, telefonál. Utána fölháborodottan tény, de tisztelettudóan mondtam, hogy tudja mit, akkor inkább hagyjuk az ügyet, már rég elfut, mire maga befejezi a telefonálást. Mondom, köszönöm szépen, hogy azért kijött. Erre ő rövidesen azt mondta, hogy akkor, hát, hogy is mondjam, nem szoktam csúnyán beszélni, de hogy akkor szokja le a farkát. Így van. Aha, jó. Én erre felkérdeztem, azt mondta, hogy jól hallottam, majd mivel nem keresem a bajt, ezért visszamentem az UFO-kávéba. Majd miután kiérkezett egy másik rendőr, egy 3-4 perccel később az incidens után, ugye bejött a show meg valami másik bajszos rendőr úr, ja, és akkor kérdezgették, hogy mi történt, és akkor mondtam, hogy hát most már tök mindegy, de mondták, hogy személyleírás tudok-e, és akkor mondtam, hogy így nézett ki, majd beleszóltak, hogy nekik személyleírás kell, nem a ruházata. Hát mondom, elnézést, nem tudtam hirtelen. Köszönjük szépen, urak, meg lennénk a melósszal. Nagyon jó. Köszönjük. Hát itt kicsit több melósz volt vele, mint gondoltuk volna. És utána... és? Igazából... mondtam, hogy azért köszönöm szépen a megjegyzését, rendőr úr, és akkor mondta, hogy... nem így volt. Nem tudom. Azt tudom, hogy valahogy... számon kértem, hogy, vagy mondtam, nem tudom, a lényeg az, hogy megint megismételte benne a... tudod, másik rendőr előtt? Igen, a másik rendőr előtt és a civilek előtt, az ott dolgozók előtt. Nem emlékszem, hogy miért mondta másodjára, de arra emlékszem, hogy tisztelettudóan beszéltem és nem inzultáltam. Aha, nem az stílusom. Jó van, hát akkor ez, beszélünk majd vele. Minden bizonnyal. Jó van, köszönöm szépen az információt. Én köszönöm szépen, hogy elbeszélget vele, mert... jó, majd fogok. Az az igazság, hogy... ha én mondtam volna ilyet, akkor... biztos, hogy bilincsbe vert volna. Ez a vicces egyébként... majd utána elmentünk, hogy panaszt tegyünk egy másik kollégájuk ellen, azt majd a János kollégám, ha szeretné, bejelenti. A lényeg az, hogy bejelentettük, ugye panaszt tettünk
minősítésért a seres kollégájuk ellen. Viszlát, viszlát. Igen, az a lényeg, hogy rágalmaz engemet, hogy alkoholista vagyok. Minősít, János, minősít. Akkor minősít, hogy ah, ezért vagyok, alkoholista vagyok. Eljárás közben minősíti a kollégáimat. Ez már a másik küld, a lényeget azt megkaptam, megvan, megvan. Azt mondanám, hogy ez még ugyanaz az emberhez van, ugye ezt elmentünk bejelenteni, majd utána kiröhögött minket, hogy ne vegyük föl. Na most akkor ő miért vehette fel az UVU-ba, hogy én föláborodtam, és még akkor sem hát mondtam semmit. Ön kikírta magának igazából, hogy ne beszéljen egy ilyen. Na jó, ha megyek, rendezek valamit vele, akkor jó. Elrendezzük a... Úgyis a songon kezdek kicsit a bögyönbe lenni. Na jó, hát vigyázzanak magukra, jó? Nekem is elbepetlék, valami van, akkor hívjál, segítségre van szükséget, hívjál, és ismerek egy ilyen lotézises klinikát. Ha esetleg oda kerül a dolog, hát azt nem hiszem. Jó, ha szervusztok. Most nem viszlek, petlik is jó, 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 persze. Igen, tudom, hogy léteznek, igen. Nem fogok tudni váltani vele, tudod, nem tudom. Lácsuppantják a kezedre. A szádról is le kéne menni, miért tudsz rácsuppantani. Na, legyen jó és szobatiszta. Rádben, te is, szia. Rohadt szemét. Petlik? Nincs itt, elment haza. Figyelj, melyik kezeddel törőd a seggel? A szobatiszta szádról jut eszem. Hát ballal törlöm, jobban leszek, na szia. Én WC papírral törlöm. Csak mondom. Jó volt főnök. Akkor irány vissza. Ja, akkor ma váltsunk kocsit is, nem? Csak mindegy, most a megcsinálva. Miért? Hát már mondták, hogy megyünk bevásárolni az raktárba. Hát kéne még egy autó legalább, igen. Jaj. Azt csak duma volt most, egyelőre megyünk vissza. Jó van. Aztán már nem lesz ott. Szerintem megérzés. Egál? Igen, tessék, városi nyomozó iroda. Á, szia! Rossz illet. Tehát nem tudom, megláttuk. De hát ezt te miből gondolod? Mi csináltál legutóbb? Be melyiket? Igen. Várj egy picit, mindjárt megnézem. Ki volt a bejelentő? Milyen Flynn? Felvetted valakitől a munkát, és nem tudod, mi a neve? Tiszteletem, jó napot! Szia! Még mindig káros a hamburger és igen, igen, két, így van, ugyanúgy a két kóla, mert a két hamburgert kérem szépen. Oksa, cseppet hátra, amit sem megmerek dicseni a zsúra. Jó, tökéletes. Vilmos egy rendszeresen megfenyegetett fiatalember egyébként. Jó, te azt hittem, hogy rendszeresen megerőszakolt. Arra nem tudok. De most nyomozzatok már az Isten faszát, hát most fogjuk betobni a csalit. Megismerjeg esítettem. Nagyon szépen köszönöm. Itt a két hamburger, és egy kólát megítsam már is kivesen. Megjavott egy kólát. Nem tudja, hogy hogy áll az üzletünk, a megállapotásunk. Tessék!
a megállapodásunkról nem tud valamit, hogy áll, ahol nincs szar? Én nem tudom, az a főnökösen más nyílni dolga. Hát tudom, Emmával beszéltem, de nem veszi fel a telefont. Te esetleg el tudod élni? Megcsolygettem. Rendben. Szünk. Nem veszi fel. Hát az nem jó. Mikor beszéltél vele utoljára? Kösi. Nincs mit? Tegnap szerintem. Tegnap? Úgy emlékszem, igen. Furcsa. Nem sejette volna, hogy itt legyek addig a holmiban tegnap. Nem sejette volna, hanem nem mondott semmi feladatosat. Mert felhívtuk a Balázsosra, hogy Sia Emma, tudsz-e adni feladatot egy, azt mondta, hogy takarítsátok ki a holmit. Én mondtam neki, hogy nem. Hát lehet, hogy ezért megsértődött, nem? És azért nem veszi fel. Lehetséges. De azóta kitakarítottam a jeggel. Csíjog, bírog. De hát ő ezt nem tudta. Megírom neki SMS-ben, majd kösi az ötletet. Szerintem mindenképp szól neki, figyelj, csak szeretnék kérni egy nagy kólát, egy Big Mac-tel. Nagy kólá és Big Mac. Egy Big Mac-ösünk az nincs, de van egy ugyanakkora holny is burger, ami finom. Akkor abból kérek hármat. Oksa. Meg a kólából is hármat. Oksa. Tegnap hány óra körül beszéltél az Emmával? Nekem tegnap se vette fel. Szerintem délelőtt köszön. Van valaki a bázison? Milyen bázison? Irodában, úgy kérdezem már. De ez ki az, aki beszél? De nem tudom. Mert te ki vagy? Lenne egy ember, jött ide, felvételizni szeretni. De te ki vagy, egyen meg a szívedet? Jó. Szeretnék 6 darab pixelt. Még tudná igazolni magát, Mr. Ezt hallja a főnek? Mikán? Mindjárt oda küldök egy embert, aki elintézi. Éppen egy ügyön vagyunk, de addig ott hagyom a többieket, beszaladok. Rendben vettem. Mire maradtam le? Elnézést, itt a rádión, aki mondta, hogy van valaki az irodánál, az... Meg tudnám mondani, hogy hívják, mert nem ugrik be. Vagy becseni bármi. Nem mondja meg, nem akarja. Püspök ladány! Van a kérdésem, ez a frekvencia védett? Nem, de szerint nem. Akkor... Óvatosan menjük oda a szükség. Mobil rádiósok is meg tudják csinálni. Akkor valószínűleg az lesz a probléma. Ha nem mindegy egyébként, hogy fix frekvencián vagyunk, vagy frekvencia modulális helyzetben vagyunk. A frekvencia modulális, ezt hamarabb feltörik. Szerintem csak bekötyögte. Becsavargatta ott a rádió tetején a frekvenciát, aztán... Várjál, fagy! Lehet, hogy... Miért álltunk meg? Hát mert elkezdtél ordítozni. Nem, mehetünk tovább, nem... nem azért álltunk meg. Igazán leszokhatnál erről. Nem... De jól ott vannak hamburgernek. Azt fel akar mondani, most hívott fel. Ja, jó, hát akkor egyértelmű.
Érdekes. Akkor vajon miért kérdezte a Gusztáv, vagy mi ennek a neve? Nem. Lehet, hogy valami köze van hozzá? Nem tudom, de hát mi megkérdezi ezt az ember csak úgy, hogy ott dolgozik még. Úgyhogy még mi se tudtunk róla, hogy fel akar mondani. Mindegy, nem azt mondom, de szerintem kiadatta a rádiónkat. Nem tudom. Nem én sem egyébként. Jó gyerek, ő egyébként. Lehet, hogy valami rosszba keverték? Én nem mondtam, hogy őszentából adta ki. Lehet, megfenyegették szegényt. Hát igen, ki tudja. Na kész. Ja, nem tényleg jelentnek. Ismerem az urat. Enke, parkoljunk, Bence. Vagy beférünk ide? Erőt, egészséget, uraim! Áh, üdvözlöm! Jó napot, kivádó! Szép jó napot! Üdvözlöm! Tiszteletem, jó napot! Kivel beszéltünk a rádión? Szerintem van. Áh. Maga szerintem. Honnan tudja a frekvenciát? Hát mivel itt dolgozok, hát... Áh, ki maga? Jaa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 a
kinek? Ő a Hayden kolléga. Hayden. Igen. És maga? Maga is itt dolgozik? Én nem. Szeretnék jelentkezni. Ő szeretne jelentkezni. Nem, a másik úr szeretne jelentkezni, ott a kockás fősőben. Akkor mind keresztül. Akkor mind a ketten szeretnének? Persze. Igen, igen. Egyébként a fehér zakkosó srácnak volt a ötlete, hogy, hogy magukkal jobban járunk, mint a rendőrségbe. Na, akkor elgondolkozott, hogy elgondolkozott. Azt hiszem mindent értek. Hát tűnjenek be. Nem. János, egy kicsit. Cigarettázni szabad. Tessék! Hát nem. Nem lehet. Mit? Mit nem lehet? Dohányozni. Hát lehet, az csak... Csak éjszel. Na, menjünk akkor B. Amúgy én ajánlottam magunkat az úrnak, mert ott lett a rendőrség előtt. Azt mondta, hogy rendőrnek jelentkezik. Mondom, ha nem jön be, akkor... Toborzás van ingáló. De ezzel nincs baj, szerintem. Rendben, emberek, mindenki azt elhoz, és elkezdünk jelentéseket írni. Kárdosz neked, meg írok egy e-mailt. Mennyire rendben, nekem fejlődik. Elmegyek, veszek ennyi innivalót, mert elég rosszul állunk. Rendben, csak nyugodtan. Rendben, csak siessen. Gyere, te is. Jelentést írunk jelenleg, mindenki eljön neki, mindent tudnunk kell. Nem, akkor álljon addig. Senki nem megy ki addig. Emmáról össze kéne írni mindent. A kockás felsős embernek ellopták a kocsiját pont most, hogy kiléptem az épületből. Azt mondta a főnök, nem mehetünk ki. Bálint, jelez vissza, légy szíves, hogy kimehetünk-e? Engedjenek ki! Most vitték el. Hogy? Várja, mondjon egy rendszámot. Nem tudja a rendszámát? Jelentésekkel foglalkozunk éppen. Emma Kingről kezdődik, hogy összeírna mindent. Van... Bármint később meg tudjuk írni, van róla a fényképem. Tiszteletem, köszöntöm, jaj, ne verekedjünk azért!
Nem is jön meg az. Milyen csinos majdnem azt mondtam a polgármester. Milyen sokáról néz ki professz. Hát köszönöm szépen. Még Párizsban vettem egyébként. Kellett ez a ruha, amikor ott voltam a Párizsi Nemzeti Múzeumban. Aztán, hát visszavittem oda egy kincset, aztán azért. A mai napon rám se fog ismerni. A ma lesz az utolsó műtétem. Na igen. Ez teljesen jó, teljesen jó. Úgyhogy most már tudok majd magamnak a ruhát vásárolni. Hát már igazából a gombot is a félre tudtam gombolni. Tehát már annyira nagy rám már, hogy annyit fogytam, hogy az valami hihetetlen. Úgyhogy... Az szép, nem semmi. Jábban én viszont lehet, hogy lerakom magamat, mert... Nem olyan tökéletesen érzem magamat. Az nem a legjobb. Bocsánat, professzor, fel kell venni. Semmi baj, megnézem, itt van a kocsim. Lehem. Lehet, hogy akkor már én a műtőben leszek. Elvitték a manok. János leadja a szolgálatot, az, amely kicsit pihenni, mert rosszul érzem magam. Jobbul est. Köszönöm. El tudna vinni esetleg a nagy garázsig? Persze. Így védő. Köszönöm. Semmi gond. A 9 után vagy, nem tudom meddig tart most a műtét. Vagy akár, nem tudom. Az teljesen rendben van, Jó, akkor... Keressem majd. Jó. Az igen. Shalom. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, professzor, vigyázzon magára. Rajta vagyok. Tovább szép tapot és jó műtétet. Jó, köszönöm, viszlát.
fasz és szaggat ez is. Na, kedveskéim, ennyi volt mára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Legyetek jók, csak nyugodtan, jó pihenést. Holnap lehet, hogy leszek, majd látom még. További szép estét. Hello, hello, sziasztok. Szervusztok, hey!